Az ENSZ 1993-ban nyilvánította a mai napot a vízvilág napjává, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a föld édesvíz készlete nem kifogyhatatlan. Idén a világnap szlogenje a szennyvizek tiszta élet lett, így számos helyen a víz tisztításával kapcsolatos kérdéseket helyezték előtérbe. Ott az micsoda, az ott az állam. Mi az? Föld. Kecskeméten a Bácsvíz ZRT is nyílt nappal várta az érdeklődőket, ahol előzetes regisztráció után bárki betekintést nyerhetett a víztisztítás és a víztovábbítás folyamataiba. Ez a kutakról jövő tisztítás nélküli víz. A következő az egy technológiai lépcső után már félig meddig tisztítva van, ez pedig már a teljesen tisztított víz, amivel viszont még nincs fertőtlenítőszer. Így mutatta be egy óvodás csoportnak a vállalat egyik munkatársa, hogy milyen a víz íze a különböző tisztítási folyamatokat követően. Az apróságok többször is végigkóstolták a választékot. Kurdi Viktor, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatója elmondta, hogy szakmájuk legnagyobb ünnepén arra irányítják a figyelmet, hogy mennyire fontos a vízkészletekkel való felelős gazdálkodás, ezért minden évben nyílt napot tartanak a Vízvilág napja alkalmából. Megmutatjuk az érdeklődőknek azt a sémát, ami alapján a vízszolgáltatás működik. Hogyan termeljük ki a vizet, milyen tisztítási technológiát alkalmazunk. Alkalmazunk-e vegyszert? Ha igen, akkor milyen vegyszereket? Hogyan pumpáljuk be a vizet a hálózatba? Hogy néz ki egy víztorony? És néhány ilyen üzemeltetési sajátosságot, vagy éppen kulisszatitkot is elmondunk a látogatóknak, érdeklődőknek. Kurdi Viktor hozzátette, akik például nem zárják el rendesen a csapot és hagyják azt csöpögni, azok óránként 1-2 liter vizet pazarolnak el, ami a hónap végére könnyen elérheti az akár 5 köbmétert is, ez pedig már meglátszik a vízszámlán.